Köszöntöm a Miskolci Napló nézőit! A pandémia mindannyiunk életét felborította. A gazdasági nehézségek egy egész sor szektort bénított meg, az abban dolgozókat gyakran a csőd szélére sodorva. Ezért egy krízis alap létrehozása valósult meg Miskolc Megyejogús Város és a dr. Hirschler Rezső Szociális Közalapítványa Miskolci Családokért bábáskodása alatt. Köszöntöm vendégeinket a stúdióban. Üdvözlöm. Varga Andreát, Miskolc megyei jogúváros alpolgármesterét. Köszöntöm. És Szegedi Juditot, a dr. Hirschler Rezső Szociális Közalapítvány kuratóriumi elnökét. Üdvözlöm a nézőket. Alpolgármester asszony, mi volt az első lépés, mi volt a mozgatórugó, amikor létrejött az a megoldás a miskolciak megsegítéséért? Ugye az egészségügyi és szociális terület az mindig egy nagyon, nagyon kritikus terület egy város életében, hiszen itt gyűlnek össze azok a problémák, amelyekkel napi szinten szembesülnek az emberek, a városlakók, a családok. Régóta gondolkodunk arról, hogy a városi keretek között nagyon nehéz úgy azonnali gyors segítséget nyújtani, hogy a segítség gyorsan is érkezzen, és hatékonyan tudjon eljutni a segítséget igénylőhöz, hiszen maga a közigazgatási rendszer ezt egy kicsit nehézkesebbé teszi. És amikor ezen gondolkodtunk, akkor felvetődött egy olyan gondolat, hogy egy krízis alap létrehozása az alkalmas lehet arra, hogy azonnali, gyors és nagyon hatékony módon elosztható segítséget tudjunk biztosítani azokban a kritikus krízis helyzetekben, amikor bizonyos családok számára az egyetlen lehetőség, hogy valamiféle azonnali gyors segítséget kapnak. És erre érkezett a COVID. És a COVID időszaka alatt nagyon sok esetben szembesültünk azzal, hogy bizony egyik pillanatról a másikra változik meg családoknak az egzisztenciális helyzete, kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy megszűnik a jövedelem, vagy ami ennél még súlyosabb, hogy a betegség kapcsán kiesik egy-egy kereső családtag, és így a család megfelelő források, illetve jövedelem nélkül marad, és ezeket a helyzeteket látni úgy, hogy nincsenek megfelelő eszközeink ahhoz, hogy azonnali és gyors segítséget tudjunk nyújtani, nagyon-nagyon nehéz volt, és ezért merült fel bennünk az az ötlet, hogy egy ilyen krízis alapot nagyon gyorsan kellene biztosítani ahhoz, hogy felkészüljünk azokra a jövőbeli, vagy jelenleg is fennálló kritikus helyzetekre, amelyeket valamilyen módon szeretnénk megsegíteni, támogatni, illetve biztosítani a lehetőséget arra, hogy a családok hozzájuthassanak ilyen típusú segítséghez. Ugye jól gondolom, hogy itt kifejezetten a COVID által létrejött nehéz helyzetekre specializálódott. Igen. Amikor alpolgármester asszony megkeresett ezzel, hogy mi az alapítványnak a véleménye, hogy egy krízis alapot hozzunk létre, szinte elszégyeltem magam, hogy nem nekem jutott az ötlet az eszembe, úgyhogy abban a pillanatban gyorsan hívtuk össze a kuratóriumot, és mindenki boldogan megszavazta, hogy létrehozzuk a krízis alapot a COVID által károsult, bajba jutott, krízis helyzetbe jutott családokért. Azonban, mert most ez egy helyzet, most van COVID, szívből remélem, hogy nem lesz majd COVID, de krízis helyzetek a családok életében folyamatosan előfordulhatnak. És a hosszú távú tervünk, célunk az, hogy ezt az alapot megtartjuk, fejlesztjük, és a Miskolcon élő
embereknek, családoknak, fiataloknak, akik valóban egy komoly krízis helyzetbe kerülnek, azonnali gyors segítséget tudjunk nyújtani, hiszen az önkormányzaton is működik szociális segítségnyújtás, de az rettenetesen bürokratikus. Addig, amíg, hogyha valaki bajba kerül, a kuratóriumot össze lehet hívni, pillanatok alatt meghozzuk a döntést, és akkor az elsősorban anyagi támogatást akkor azonnal tudjuk utalni. Visszatérve egy kicsit erre a covidos krízis alapra, ez most elsősorban a COVID által károsultak megsegítésére jött létre. Abban a fázisban vagyunk most, hogy ez bekerüljön a miskolci embereknek a tudatába, hogy itt most van egy helyzet, hogy segíteni kell. Segíteni kell egymáson, a miskolciaknak ez egy nagyon fontos közösség megtartó, összetartó erő is kell, hogy legyen. Ezért hoztuk létre a krízis alapot, ez egy alszámla, amelyre alpolgármester asszony és polgármester úr volt az első befizető és támogató, de azonban egy jelentősebb összeget kell összegyűjtenünk ahhoz, hogy a COVID károsultakat tudjuk segíteni. És ez egy hosszú marketing tevékenység, amelynek első lépése, vagy második lépése ez, hogy itt vagyunk a Miskolci Televízióban, és el tudjuk mondani az embereknek, hogy miskolciak, van egy ilyen lehetőség, gyertek, segítsetek, ne hagyjuk magára a bajba jutottakat. Majd ezt követően vannak olyan elképzelések, hogy jótékonysági koncertet szervezünk meg, jótékonysági bált, ahol lehet majd adakozni, ugyanakkor az emberek pedig összépkerülnek, barátságok szövődhetnek, illetve hát a barátok el tudnak jönni és szórakozni tudnak, miközben segítik a bajba jutott miskolciakat. Az elmúlt időszakban megtapasztaltuk azt, hogy milyen óriási segítséget tud nyújtani egymásnak a város civil ereje, hogy milyen fontos ügyek mellett tudnak a miskolciak kiállni. Ha csak arra gondolok, hogy a Miskolci Autista Alapítvány segítségért fordult hozzánk, és erre gyakorlatilag az egész város megmozdult, akkor nekem bizony rebdes a szívem az örömtől, mert azt gondolom, hogy ezek a fajta segítségnyújtási szándékok mindannyiunkban benne vannak. Azt szeretnénk, hogyha a miskolciak egyfajta biztonságot is kapnának, hiszen bármelyikünk kerülhet olyan helyzetbe, amikor azonnali segítségre van szükség, ugyanakkor viszont nagyon sok olyan szervezettel, céggel, magánszemélyel találkozunk, akik pedig készek akár társadalmi felelősségvállalásból, akár saját erkölcsi értékrendjük alapján segítséget nyújtani olyan rászorulóknak, akik számára az azonnali kapaszkodó az sok esetben életet menthet. Most a COVID idején szó szerint menthet életet, de más kritikus helyzetekben is nagyon sokszor látjuk azt, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad, és a közalapítványi forma erre teremt egy nagyon jó lehetőséget. Beszéltünk arról, hogy ugye egy gyors a segítség, ugye elsősorban anyagi segítségre gondolunk, tehát forintban kifejezhető támogatásra. Hogy lehet ezt igénybe venni? Vagy kiknek lehet igénybe venni? Ugye itt egy covidos helyzetről beszélünk, gondolom, hogy ezt valamilyen formában igazolni kell. Van-e valami pályázat, valamilyen felület? Abban a pillanatban, amikor egy jelentősebb szétosztható összeg összegyűlt az alszámlára, akkor pályázatot fogunk kiírni. A pályázatban mindenképpen igazolni kell, hogy a COVID által került nehéz helyzetbe a család, és a másik nagyon fontos, hogy miskolci lakosnak kell lenni. Ezeket kell igazolni, ez a Miskolcváros honlapján lesz közzétéve ez a pályázati felhívás, begyűjtjük a pályázatot, az alapítvány kuratóriuma fogja ezt elbírálni, és úgy fogjuk utalni majd a pénzt. De mondom, hogy ez a következő lépés lesz, mert most ott tartunk, hogy legyen
pénz, amit szét tudunk majd osztani a rászorultaknak. Ha jól gondolom, akkor hagyományosan ugye magánszemélyként és társas vállalkozásként is fogadják a felajánlásokat. Igen. Mekkora az az összeg, ami úgymond belépő tud lenni? Egy 500 forintos adomány ugyanolyan értékes, mint a több nagyságrenddel nagyobb összeg. Természetesen minél magasabb összeg gyűlik össze ebbe a krízis alapba, annál több támogatást tud az alapítvány biztosítani a rászorultaknak. Viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy itt a legkisebb is nagyon sokat számít, és mi ugyanannyira örülünk a néhány száz forintos támogatásoknak, mint a több százezer forintos támogatásoknak, hiszen ennek van egy nagyon erős közösség kohéziós ereje. Azt gondolom, hogy Miskolc és a miskolciak azok mindig is készek voltak tenni egymásért, és segítséget nyújtani egymásnak. Mi egymásra számíthatunk, és szeretnénk, hogyha ezt mindenki érzékelné. Ezt érzékeljük is. Nagyon-nagyon sok olyan program van az alapítványok működésén túl is, gondolok itt a Salkaházi programra. Ezt egy kicsit fejtsük már ki, ezeket a tevékenységeket, a polgármester asszony. A Salkaházi programmal éppen a Hésler Rezső közalapítványt kell megszólítani, hiszen a közalapítvány az, aki gazdája azoknak a típusú programoknak, amikkel a szépkorúakat megszólítják, úgyhogy én át is adnám Juditnak a Köszönöm szót. Köszönöm szépen. Miután az alapítványnak önálló gazdálkodása nincs, ezért a pályázatok útján, a pályázatok segítségével tudjuk megvalósítani a különböző programokat. Éppen most van egy futóban lévő programunk, a Szépkorúak Filmklubja. Ez öt alkalommal magyar filmet, öt alkalommal külföldi filmet vetítünk az idősek számára. Júliusban kezdődik, és novemberben ér véget, tehát összesen 10 alkalommal mehetnek a Szépkorúak a moziba. Aki a magyar filmet szereti, inkább a magyar filmet nézhet meg, aki a külföldi vígjátékoknak hódol, akkor azt nézheti meg. Ez úgy történik, hogy mindenkinek lehetősége legyen a mozi látogatásra. Én felajánlottam a telefonszámom nyilvánossá tételét, úgyhogy ez benne is van a minapban. A Facebookon van meghirdetve, felhívnak engem telefonon, én szépen rögzítem a nevet, és az első alkalommal jövő héten, hétfőn, 9 és 10 órakor lesz a jegyeknek a kiosztása, és ez a program 5 hónapon keresztül 10 alkalommal fog megvalósulni. A műsorunk a végéhez közeledik, még esetleg a jövőbeni tervekről, hogyha hallhatnánk. Szeretnénk a krízis alapot folytatni, szeretnénk azoknak a rászoruló családoknak segítséget nyújtani, akik a jövőben kerülnek krízis helyzetben. Szeretnénk minél több embert, támogatót megszólítani, hogy velünk együtt, közösen tudjunk támogatást nyújtani a miskolci embereknek. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Jó egészséget és jó munkát kívánunk ez a közösségi tevékenységhez. Kedves nézőinek köszönjük kitüntető figyelmüket, maradjanak velünk, nem sokára folytatjuk a műsorunkat.